Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy szeretettel köszöntöm itt Balaton Fűzfőn Bőte Csaba atyát és a marosszéki Kodály Zoltán gyermekkar tagjait, kedves nővéreket. Ismét elszaladt egy év, és milyen jó, hogy újra találkozhatunk, és milyen jó, hogy ma sem kell fáznunk. Szeretném felhívni a kedves testvérek figyelmét, hogy a Szent Misén a persei adományok a templom javára gyűjtjük, de a gyermekeknek szánt adományokat a Szent Mise után tudják őnekik odaadni majd. Kérem, hogy erre nagyon figyeljenek, keressék a kötényes fiatal lányokat majd. Én is nagy szeretettel köszöntöm ezt a hegyi beszéd hangulatú közösséget. Ugye van, aki vére hullásával vallja meg a hitét, hát mi itt verejtékünk hullásával bizonyítjuk azt, hogy szeretjük a jó Istent, hogy vágyunk arra, hogy együtt legyünk, mint jó testvérek. Mégis a Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és ne talán akár a hangunkat felemeltük egymásra, vagy a harag, gyűlölet, rossz akarat szívünkbe fészket rakott volna, verjük le ezt a fészket. Tartsunk bűnbánatot, kérjük Isten áldását ebbe a Szent Misében. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és molesztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Könyörögjünk. Istenünk, te megmutattad igazságot, fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg mindazoknak, akik a keresztény hitet vallják, hogy elutasítsák, ami ellenkezik ezzel a névvel, és törekedjenek arra, ami méltó hozzá. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Telepedjünk le, és hallgassuk meg Isten vigasztaló, bátorító üzenetét. Olvasmány Ámosz próféta könyvében. Amakja Bétel papja ezt mondta Ámosznak. Látnok, menj el innen, menekülj Júda földjére, ott edd a kenyered, és ott profétálj. Bételben többé ne profétálj, mert királyi szentély ez, és a királyság temploma. Ámosz így felelt Amakjának. Nem vagyok én proféta, sem profétának fia, pásztor vagyok, és fügét termesztek. Az Úr azonban elhívott a nyáj mellől. Ezt mondta nekem az Úr. Menj, profétálj népemnek, Izraelnek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket, Krisztus által. Ő benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feltetetlennek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk bőséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Ő benne nyertük el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát, bőséges kegyelme folytán, amely a teljes bölcsességben és megértésben gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Ő benne nyertük el mi is az örökséget, annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljuk hát fősége dicsőségére mi, akik már korábban is Krisztusba betettük reményünket. Benne kaptátok meg ti is a megígért Szent Élek pecsétjét, miután hallottátok az igazságra szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát, és hittetek benne. Ő a foglalója örökségünknek, annak, hogy teljesen megváltva
övéi legyünk az Isten fölségének dicsőségére. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsősége neked, Istenünk! Abban az időben Jézus magához hívta a 12-t, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az Úrra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot, sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük. Azok elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyította. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Hát ugye mi minden évben próbálunk valami ajándékot hozni. Hát elsősorban egy csokor leánykát, hát nagyon jó hangja van, néhány fiú is van köztük. És hát ez az ajándék Erdély részéről. Ez idén elhoztuk Szent Ferenc atyánk erekéjét is. Igen, Szent Ferenc atyánk a béke apostola volt, a jelmondata az, hogy Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy ahol békétlenség van, oda békét vigyek. 800 éves jubileumát üli ugye a Ferenc rend, és ezért is bátorkodtam elhozni ezt az erekét. És úgy gondolom, hogy erre a ferences üzenetre nagy szükség van ma. Látjuk, hogy mennyi erőszak, durvasság van. Politikusokra is lőnek, meg mindenkire. És igazából arra gondoltam, hogy itt együtt, közösen nézzük meg, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus hogy viszonyul az erőszakhoz? Mit tanít erről? És ugye az ő szentjei, például Szent Ferenc atyánk, mit mond ugyanerről? Ha Jézus életét nézzük, egészen világos, hogy
hogy mondjam, ő már elkezdhette volna a csetepatét Heródessel két napos korában, nem? Hát mit gondol ez a, hogy mondjam, csufat nem mondjak erről a Heródesről, hogy küldi a katonáit. Hát aztán Istennek hány légió angyala van, milyen rendet tudott volna ott vágni? Nem teszi. Visszavonul. Szüleivel Egyiptomban. Évekre. Tehát nem egy-két napra. A bizonytalanságban. Vállalja a száműzetést. És ugye akkoriban nincs, hogy mondjam, családbiztosítás, vagy mit tudom én, semmi nincs. Csak a bizonytalanság van. Amikor először mindig úgy képzeltem, elment Alexandriába, és ott építették a nagy piramisokat, és Józsefnek dögig volt munkája, és milyen jól ment, és Jézuska járt az alexandrai könyvtár, híres könyvtárába. Csodálat! Van egy Egyiptomban egy ilyen zarándok út, mint nálunk van a komposztellai Szent Jakab útja, és az az út, azt az útvonalat követi, ahol a Szent Család, hogy mondjam, mint vándor, ács, építész, mert nem csak fával, amit szegény ember mindenhez ért, mindenhez is. Gondolom József is ilyen volt, építkezéssel foglalkozott, ilyen fáber. Na, és hát ugye 1600 valamennyi kilométer, és az első századoktól ugye a kopt keresztények szépen megjelenülték ezt az útvonalat templomokkal, kolostorokkal, és az egyiptomi Mohamedán kormány óriási pénzekkel fel is újította ezt. Én mikor kint voltam, hát egy néhány kilométert jártam ezen az úton, de láttam a térképet és mindent, csak ugye annyira bizonytalan ez a helyzet, hogy nem merjük javasolni, hogy indulj el te is, és járd hosszan. Hát ugye a Szent Család útját. Menekül. De nézzük később az életét is, hogy mindenütt Jézus, hogy mondjam, a békesség embere. Szülővárosában. Képzeljük magunk elé, hogy elmondja, édesanyám, hónap itt, Názáretben. Lehetősége van a zsinagógába felszólalni. Én fogok felolvasni. Milyen büszke lehetett Jézus a édesanyja, hogy igen, a fiam, hát az már kánai mennyegző megvolt, már csodán, látott ő már, apó meggyógyította Péter anyósát, mindent. Tehát, hogy mondjam, és most a szülővárosába bemutatkozik az én fiam. Hát, hogy öltöztethette reggel, vasalta a kis ruhácskáját, mindent, és akkor Jézus kiáll, és Izaiás egyik leggyönyörűbb, ugye, proféciáját olvassa fel, hogy eljön a messiás, és akkor süketek hallanak, vakok látnak, a némák megszólalnak, és hirdetik nektek az Úr gyönyörű igét. Elérkezik a jubileum esztendő, az örökös jubileum. Hát, hogy mondjam, csoda szép dolog. De ezek a agyafiak ott tudták, hogy a jubileum év az azt jelenti, ami 50 évenként szokott lenni, hogy hát vissza kell adni a szabadságát annak, akinek elvették, már nem tudott fizetni, akkor akár a családját is eladták rabszolgának, de a jubileum esztendőben el kellett engedni. És ha nem tudott fizetni, el lehetett venni a házát, földjét, mindent, de a jubileum esztendőben vissza kellett adni, mert azt Istentől kapta. És hát logikus, annyira nem tetszett ennek a, hogy mondja, választott népnek, hogy most a Jézus jelekről prédikál. Hogy elérkezett a szeretet birodalmának, Isten szeretetének az országa. És tudjuk jó, hogy megfogták, kivitték a városon kívül, hogy maradék magas helyre, hogy letaszítsák. És döbbenetes, mert Jézus nem tanít ellenállást. Hagyja, hogy kivigyék. És azt írja a Szentírás, ottan meg szó nélkül a tömegen keresztül ment, és elment Kafarnaumba, és folytatta a dolgát. Tehát nem áll le Skander végezni, nem egy súlycsoport, Isten és az ember. El tudja viselni a megaláztatást. És akkor beszélhetnénk ugye nagy csütörtökről, nagy péntekről. Tehát számtalan olyan történet van, ugye Jézust, amikor megütik a katonák, azt mondja, hát a rosszat mondtam, mondd el, de ne bántsál.
Tehát pár beszédet próbál folytatni, de nem erőből, nem durvaságból. És húsvét hajnalán föltámad, és nem azt mondja, na gyertek fiúk, szétrúgjuk Herodes kégliét, ez bosszút, ez már vért kíván, mert isteni méltóságomon mekkora csórba esett. Nem. Áldöfött kézzel halat süt, gyertek fiúk reggelizni, nyami-nyami. Igen, testvérem, legyen egy döntés bennünk, hogy nem az erőszak, nem emelem fel a hangomat, a kezemet, nem akarok rosszat senkinek. Jézus meghalt a testvéremért. Hát hogy mondhatnék én rosszat róla? Hogy bánthatnám őt akár szóval, verbálisan, vagy fizikailag? Nem. És elmondom, testvéreim, én úgy gondolom, hogy nem csak azért nem szabad rátérni az erőszak útjára, mert Jézus Krisztus nem méltó egy keresztényhez, hanem azért, mert nem kifizető. Egyszer egyik gyerekünket, a nevelőt kiabált vele mindens, azt mondja a gyereke, mit üvöltözik maga velem? Apám ránca kikötött a csűrhöz, és úgyse csináltam meg azt, amit akar. Igen, én nem hiszem, hogy valakit jobbá lehetne szidni, verni, bombázni, mit tudom én, lőni, nem? Én nem hiszem, hogy most az ukránok jobban szeretik az oroszokat, mint mit tudom én, 2 évvel, 3 évvel ezelőtt. És fordítva se hiszem, hogy akármennyi, hogy mondjam, lövik az ellenséget, nem lesz ettől jobb. Hát itt voltak az oroszok ugye 50 évig, vagy meddig, valahogy, na, annyira nem szerettük meg, nem? Tehát nem... A jó tett az, ami jobbá tesz bennünket. És akkor legyünk olyan mulyák, és tűrjük el, és a másik bármit mond, akkor mi vagyunk a kicsi vágómalacok, és akkor hagyjuk azt. Nem ezt tette Krisztus. Tehát ő nem hunyászkodik meg, ő azért csak mondja a magáét. Szenved értünk. Talán édesem tetteiből értettem meg. Emlékszem, amikor én is olyan, hát, de nagylányok, én is nagyfiú, hát na, muszáj menni szombat délután, este valamerre, 10-re hazajövök édesem, de mindig valami közben jött, és emlékszem, hogy 1 óra felér, milyen hazaértem, ugye a lányokat is haza kell, 25 éves volt, amikor teológiára mentem, úgyhogy én is na, megpróbáltam fiatalnak lenni, nem mindig sikerült, de megpróbáltam. De tény az, hogyha későn értem haza, édesanyámnál égett a villany, ült az ágyba, mondta a rózsafűzést, azt mondja, jaj fiam, milyen jó, hogy hazaértél. De mondta, édesem, neked reggel 6-ra munkába kell menni. Nem baj, fiam, jól se tudtam aludni, míg nem érsz haza. Most ez a szeretetteljes, nyugodt hang, hát vagy 2-3-szor csináltam meg, hogy későn értem haza. Utána mindig ipalkodtam idejében hazaérni, hogy édesem, akkor nyugodtan pihenjen, másnapra legyen friss. Igen, testvéreim, én bátorkodok bíztatni titeket, hogy a szeretet útja. Próbáljuk ki. Határozottan. Ugye, hát most már több mint 6000 gyerekünk van, de sokszor kérdezik, hogy indult el, lehet, hogy már. Nem tudom, itt mondtam-e, hogy ugye sehogy se indult el. 93-ban, hát ugye civil a pályán, nem? Hát akkor nálunk Romániában csak egyháznak nem volt semmiféle gyermekvédelmi vagy gyermeknevelési lehetősége. Az csak az állami privilégium volt. Na nem beszélve arról, hogy én magyar is vagyok, egy tiszta román városban, meg katolikus pap is vagyok, hát ez borzasztó. Kiverte a biztosítékot, nekem nem adtak semmi működési engedélyt, de hát tudom, mi működgettünk, mert gyerekek ott voltak, hogy mondjam, az állomásból innen-onnan szivárogtak hozzá, mind többen lettünk, mindjárt kijött egy rendőr, azonnal takarítsa el a gyerekeket, hát az épület nem is a miénk, nincs is működési engedélyünk, mert egyáltalán hogy képzeljük ezt, meg mindes. Mondta, hát úgy van, hogy önöknek van szép autójuk, vigyék a gyerekeket, ahol akarják, nem fogok ellenállást tanúsítani. De én, hát hova küldjem a gyerekeket? Vissza a hídak alá? Mondom,
mondom magának, ha volna egy tányér levese pluszba, kiönteni? Nem. Hát odaadná, akinek szüksége. Na mondom, én is ezt csinálom, csak ez a szakásnő még úgy eltúlozza a dolgot, hogy nem egy tányér leves van pluszban, nem több. Na hát, szegény rendőr hümmögött, nem tudom miféle, ígyunk meg egy kávét, gyere, ne, jöjjön, ne idegeskedjen. És hát végül is minden alkalommal így elmentek a rendőrök, a gyerekek maradtak, de működési engedély csak nem volt. És akkor mit lehet csinálni? Hát kiderült, hogy a polgármesternek születés, a névnapja van. Mircsának hívták. Na mondom, gyerekek, felköszöntsük. Virág, mit tudom, kiöltöztünk, hadszögletűre elmentünk. Na, mondtam, gyerekek, látjátok, ő a város polgármester, a legjobb ember. Áldott jó ember, én is rászavaztam. Na, hát mondom, ő a város atya, árvák gyámola, özvegyek vigasztalója. Feldicsértem, ahogy csak tudtam. Hát szegény egyik lábáról állt a másikra, mondta, gyerekek, most énekeljünk neki szép dalt. Énekeltünk mi neki románul, magyarul, latinul, szóval megadtuk a módját. Hogy mondjam, persze az énekszóra bejöttek az irodából, a lányok hoztak süteményt, gyerekeknek olyan bájos jelenet volt az egész. Egy nagy filodendra volt ott, leültünk tövébe, piknikeztünk, ott jól el voltunk. Aztán mondta, de a gyerekek, gyertek, menjünk, mert látjuk, bácsinak sok dolga van, de ő a város atya, árvák gyámola, mit tudom. Na és mondom, és milyen nagy irodája van. Nem kell tőle félni, majd ha nem lesz, ahol lakjunk, ide jövünk, mert ő a város atya. Szegény állt egyik lábáról a másikra, és én mosolyogtam. Hát lehet, hogy a gyerekek nem féltek, én kicsit reckedtem belülről. De látta azt, hogy el vagyok határozva, és tényleg a kolostorból kifüstölnek, én minden estől beköltözök ide a filodendra alá. Úgy mondjam, nem volt fenyegetőzés, nem volt kiabálázás. Hát ugye abban ők jobbak voltak. Most abban a pályára én nem mentem rá, mert ugye nacionalizmusban azért keményebbek. És akkor én csak dicsértem őket. De ha hiszik, hanem másnapra, annyi ellenőr volt nálunk, annyi engedélyt kaptuk, hogy ezt a templomot, meg a belsőt is kitapítázhatnánk belőlük engedéllyel. Igen, testvéreim, ne térjünk le a szeretet útjáról. Ne engedjük el egymás kezét. A férjedet, feleségedet nem fogod te jobbá szidni. Székelyföldön van egy mondás, amely kutyának veszett hírét kelti, az a kutya meg fog veszni. Ha azt mondod a gyerekedről, mint tanár, hogy olyan hülye ez a gyerek, meg ilyen rossz, meg amolyan. Ugye sokszor kérdezik, hogy a gyerekeink miért ilyen kedvesek, aranyosok, nem tudom miféle. Hát azért, mert nővérek szépen, kedvesen beszélnek vele. Eljöttek egy iskolából a tanárok, hogy nézzék meg, hogy a mi gyerekeink miért nem lökdösödnek, miért nem kárinkodnak, miért nem viselkednek úgy erőszakosan. És akkor mindentről beszéltünk, és én megkérdeztem tőlük, hogy mikor a tanáriba bemennek, akkor mit mondanak? És az egyik tanár azt mondja, hogy lehet kibírni ezeket a gyerekeket? Hát mondom, ez a gyerek érzi, hogy te így közeledsz hozzá, nem? Hazamegy a férjed a munkából, és te érzed, hogy milyen hangulatban jön hozzá. Hát gyönyörködik benned, és örömét leli benned, és kedvesen egy virággal, egész más íze lesz annak az ebédnek, nem igaz? Nem kell, hogy mondjon semmit. A tekintetéből, a gesztusaiból érzette azt, hogy ő remél, bízik-e benned, ragaszkodik-e hozzád, szeret-e tégedet. Déván volt, hogy megvolt a szentmise, és nem tudom, és oda jön az egyik férfi a feleségével, karonfogó, és azt mondja, Csaba testvér, te olyan gyönyörűket mondtál a házas élet szépségeiről, látszik, hogy nincs feleséged. Lennél az én feleségemnek a férjei hónapra, na nem akarlak kínozni, hétre. Meglátom, miket mondanál te róla. Következő vasárnap a misén. Álltam ott szembe, és mondom, te az az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy te feleséged nincs karban tartva. Szóval miket beszélek? Hát mondom, nem értek hozzá, de ha a munkából hazafelé egy csokó virággal menné haza.
Aztán megdicsérnéd a főztjét, hogy te még ilyen finomat nem etted. Szívem, hol? Honnan vetted ezt a receptet? Aztán megdicsérnéd a fizuráját, hogy ez a ruhába 10 évet fiatalodtál, nagyon jól áll. Nagyon örvendek, hogy megvetted, nem? Mondanál ilyen, nem biztos, hogy igaz, de jól esik neki, nem? A bók az nem hazugság. Az, hogy én... Hát nagyon sokszor jönnek a kollégák, na persze fejezem be az előbbi történetet, mondtam ilyeneket, és mondtam, ha hiszed, ha nem, ebéd után még egy kicsit karba is tartanál, sokkal finomabb lenne a vacsora. Felesége úgy bólogatott, hogy akad ki a nyaka. Hozzák hozzám a gyerekeket, hogy a nevelő ezt, hogy így van, s úgy van, s hogy szidjam meg. Akkor én mindig megölelem, elviszem egyet fagyizni, beszélgetünk szépen, kedvesen. Megkérdezem az is, hogy most te jól érzed magad, és azt mondom, ne. Hát akkor mondom, mit csinálod, nem? Hát olyasmit kell csinálni, mint az ember jól érzi magát. Jól összevesztél a tanároddal, hát olyan nagyobb, neki lesz mindig igazát, ezt meg kell tanulni egy életre. Ilyeneket mondok, közben megeszünk egy fagyit, minden. Ha kérdik a kollégáim, hogy de én miért beszélek szépen, miért veszek fagylaltot nekik, meg egyáltalán. Hát mondom, tehát hát ugye megelőlegezem az, hogy jó lesz majd, hát na, a bank is megelőlegezi, majd csak visszaadjuk azt a pénzt, nem? Hát ugyanígy én is a szeretetünket, jóságunkat merjük megelőlegezni. Lehet, hogy még ma nem érdemli meg. Hát hónap sem. Na, hát a bankoknak is valamikor nem kapják vissza a pénzüket, hát rizikó, de én azt gondolom, hogy mégiscsak megéri. Megéri. És gondolj, azt mondhatjuk, ez kicsibe talán működik, de nagyba. Hát ugye Gandhi, egész Indiát, hogy szabadította fel? Az angol világbirodalomnak mondta azt, hogy idáig is ne tovább. Annyira döbbenetes az a történet, ugye, amikor, hogy is hívják, elindulnak sót párolni, 700 kilométer. Azért ott Indiában is tud meleg lenni. És Gandhi az soványan megy, elmondta, hogy azért megy a tengerre, de ugye só az állami monopól volt, és abból jól lehetett üzletelni. És azt mondja, itt körbevesz bennünket az óceán, van ott só elég, ő elmegy sót párolni. Tehát, hogy igazából szembe megy a törvényekkel. És akkor, hát nagyon sokan csatlakoznak hozzá. Végül már több 100 000 ember megy sót párolni. Nyíltan megszegik aktuális törvényeket. És akkor szembe mennek velük az indiai katonák, szóval az angol katonák. Benne van a filmben is, az életrajzában is leírja. És Gandhi szó nélkül megy, és azoknak persze ilyen nem gumibot, de jó hosszú botok vannak náluk. És akkor elkezdik verni a tömeget. És aki leesik, másik nem emeli fel senki a kezét, másik megy tovább, azt is leütik. Jön a harmadik. Indiában sokan vannak. És végül belefáradnak a katonák ebben a dologban, és a tömeg szépen felveszi a földre leesett társait, és megy tovább. Egy katonának nem esett baja. Egyre nem mondtak a rosszak, és ők győztek. Igen, testvéreim, lehet szeretettel, ugyan mi úrunk Jézus Krisztus is tette. Szent Ferenc életét is, ha nézzük. Nagyon sok szép ilyen történet van. Gúbjai farkas történet. De rabló lovagok. Ferenc, akivel probléma volt, ahhoz elment. Rablók támadták meg. És ő bizony kiküldte a munkatársát, a kapustestvért, hogy vigyél nekik ételt, győzz meg, hogy hát igen, a rablás előbb-utóbb elfognak, és felakasztanak titeket. Elmegyek én a podesztához, és elmondom azt, hogy én gondoskodok rólatok. Gyertek be a kolostorba, van itt munka elég. Én koldulok nektek is kenyeret. És 3 ilyen rabló beköltözik a kolostorba. Ugye középkorban úgy volt, akkor nem volt annyi börtön, fegyház,
hogy aki egy szent helyre megy, és ott dolgozik, addig, amíg ott benn van, addig nem bánt sem. Ha kijön, akkor levágják. És bizony nagyon, tehát Szent Ferenc ezt gyakorolta. Összeszedte ezeket az elítélt embereket. Olyan szép, ugye van egy férfi, ugye ebből a háromból kettő elég hamar meghalt, de a harmadik hosszú évtizedeken még túlélte Ferencet, és mindig sírva mondta el, hogy Ferenc hogy mentette meg az ő nyakát a kötéltől, és lelkét az örök kárhozattól. Igen, testvéreim, mennyek országában nagyobb öröm van egyetlen megtérő bűnösnek, mint 99 igaznak. Higgyek abba, hogy másikban valahol ott van a jóság, a szeretet. És mint áldott tavaszi napfény, vagy meleg jó eső, kihozhatom belőle abból a fonnyadt kis magból a virágot. Minden, ami él, arra vágyik, hogy gyümölcsöt teremjen, hogy kibontakozza, hogy virágot bontson. Te is erre vágysz. És azt gondolom, ha dicsérnek, ha bátorítanak, ha lelkesítenek, ha a szeretet fényével vesznek körül, könnyebb jónak lenni. Persze nem jelenti azt, hogy mindig csak bólogassunk. Van egy fiú nálunk, tavaly érettségizett, és adott egy üveg bort. De az a bor ott van a polcomon. Miért? Azért, mert az a fiú, amikor ötödikes volt, olyan nagy fiúnak érezte magát, úgy kiosztotta a tanárokat, mindent, meg nem tanult, meg mindent, megbuktatta. Következő évben még nagyobb vagány lett. Kérdezte is az igazgató, most mit csinálja? Hát mondom, hát ha nem tanul, ha nem bizonyít, akkor azt kell adni a hányás, mennyit megérdemel. Megbukott. Háromszor járt az ötödiket. Én sem voltam biztos, hát ez nekem egy plusz kiadás, tehát egy tanév azért, egy gyereknél azért befektetés. Megéri, mi lesz belőle? És megköszönte ez a kér, és hozott egy üveg bort, és leérettségizett eredményesen. Igen, testvéreim, a keresztény szeretet az nem mulyasságot vagy puhasságot jelent, hanem hiszek a szeretet végső győzelmében. A rántás keverni kell, mert hanem odaég. Nem szabad kapkodni, nem szabad idegeskedni. Sokszor elmondtam a pedagógusaimnak, hogy ha egy dolgot mondanak, amit rossz kedve, kiabálva, gyűlölettel, haraggal, eredményesen, hosszú távú eredményességgel jobban meg lehet oldani, mint nyugodtan, higgadtan, kimérten, akkor kiabáljunk, veszekedjünk a gyerekekkel. De én nem hallottam, nem láttam ennek sehol példáját. Idomítani lehet a másikat, de az, hogy téged ő szeressen, és kedvedért, akár ugye, mint a Jézus Krisztus kedvéért, ugye az apostolok meghaltak, adná az Isten tényleg, hogy tudatosan döntsünk, határozzunk az erőszakmentes élet mellett. Nem akarom a hangomat felemelni, még kevésbé a kezemet. Nem tolerálom azt, hogy környezetemben erőszakos dolgok történjenek. A béke harcosa akarok lenni. Szeretettel szeretném megtermékenyíteni, gazdagabbá, élettel telibbé tenni ezt a világot. Na nem tudom, ki jön velem? Elindulom a béke útján? Na de akkor álljanak fel. Aki nem aludt el, persze az, aki az, azt ne zavarják. Na, amit láttam, azért nagyjából felállt. A nővérek is felálltak. Csendesedjünk el, és kérjük a Jóisten áldását erre a döntésre. Urunk Istenünk, Ferenc pápáért imádkozunk. Vezesd őt a béke, a szeretet útján. Hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy országod örömhírét készséges szívvel fogadja minden nemzet. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, aki ma is hív fiatalokat papi és szerzetesi életre, adj halló fület és készséges szívet azoknak, akiket
megszólít azt, hogy bácsat igen mondjanak, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, áld meg a Balatonfűzfői Jézus szíve plébáni a közösségét. Szereteted lelkét árazd rájuk, növekedjen hitük, erősödjön reményük. Tapasztalják meg az egymás iránti szeretet megtartó erejét. Hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, hálásan köszönjük Balatonfűzfői vendéglátóinknak szervező munkáját, áldozatvállalását, gondoskodó szeretetét, áld meg minden kedves támogatónkat. Tapasztalják meg jóságodat, segítő szereteteddel, kísérd őket minden nap. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, te gyümölcsözővé kegyelmeddel, Csaba testvér, ige hirdető és gyermekekről gondoskodó munkáját a Kárpát-medencében. Őrizd meg a magyar népünket hitben, reményben, szeretetben. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, védd meg a politikusainkat a merényletektől, add, hogy párbeszéddel intézzék a világ sorsát, és ne erőszakkal, háborúval. És végezetül imádkozunk erőszakos halált halt katonákért, csatatereken elhunytakért, adj nekik örök nyugodalmat, te, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Ismét felhívom a testvérek figyelmét, hogy most a perzse adományokat a templom javára gyűjtjük, a gyermekeknek szánt adományokat a Szent Mise végén ők fogják összegyűjteni majd. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogadd el szívesen könyörgő egyházad áldozati adományait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk,
hogy olyan megváltót küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, mit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szeresd bennünk, amit fiatban is kedveltél. Ezért mi is, minden angyallal és szenttel együtt, Urunknak vallunk téged, és újonva zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd erre a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek! És egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának, föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsd egybe a szent lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházak sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Assisi Szent Ferenccel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Azért, hogy a béke uralkodjék a szívünkben, családunkban és a világban, Jézus Krisztus szavaival ezért így imádkozunk.
mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus, szeretettel jöttünk el ebbe a rom templomba, és azért arra kérünk, hogy ne hibáinkat nézzed, történelem során elkövetett bűneinket, hanem jó szándékunkat, és őrizd meg bennünket itt Kárpát-medencében, egységbe, békébe, szeretetbe, te, aki ölsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szépből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, ime ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Maria, Maria,
Könyörögjünk! Részesültünk ajándékaidba, Urunk Istenünk! Kérve, kérünk, hogy valahányszor megünnepeljük ezt a misztériumot, növekedjen bennünk üdvösség szerző kegyelmet, Krisztus mi Urunk által. Amen. Szent misénk végén szeretnék köszönetet mondani Csaba testvérnek, hogy ismét ellátogatott. Csaba atya, hazajöttök Füstfőre, hiszen hála Isten már évek óta ez a település ad otthont a gyermekeknek a kollégiumban. Így hálásan köszönjük az önkormányzat támogatását is mindenkinek, aki segít a gyermekek szállásolásában, étkeztetésben a sok-sok felajánlásért. Hála és köszönet. Csaba testvére, jó Isten éltessen, jövőre is várom tiszta szeretettel. Mielőtt elfelejteném, kérték, hogy hirdessem, hogy a templom előtt van vízvételi lehetőség, tehát ha valaki nagyon szomjas, akkor ott tud vízhez jutni majd. Most a szentmise végén a gyermekek fognak énekelni. Nagyon meleg van, de kérem, hogy hallgassuk meg az ő éneküket, és az adományokat most lesz lehetőség majd átadni nekik. Szeretném megköszönni azoknak a segítségét, akik hétfőn kaptam egy telefont, hogy Szerdán dr. Sulyog Tamás köztársasági elnök úr jön el hozzánk ide a templomromba, illetve a plébánia templomba, egy magánjellegű útra jött és kimondottan erre a két helyszínre. Nagyon gyorsan kellett összekapnunk magunkat, de hála Isten, nagyon jól sikerült a találkozás. Köszönöm szépen mindenkinek ebben a segítségét, mint ahogy köszönöm a mai szentmisében is mindenkinek a szervezői és segítői támogatását. Hirdetném, hogy a jövő héten a szokott időben lesznek a szentmisék, és jövő vasárnap a szentmise végén az autók, biciklik, babakocsik, rollerek és mi egymások megáldását is fogjuk tartani. Hálásan köszönök még egyszer mindenkinek minden segítséget. Én is köszönöm a baráti testvéri fogadtatást, és bíztatom önöket, hogy tartsunk ki a jóba. Ki esetleg időt tud szakítani, holnap gyerekekkel Zircen a ciszterci templomba fogunk szentmisét bemutatni, és ottan hát arról fogunk elmékedni, hogy ha az ember padlót fog, akkor hogy tud felállni? Jézus Krisztus hogy kezdett újból, vagy Szent Ferenc? Egy-egy tragédia, egy-egy nehézség után, hiszen az ember nem csak egyszer használatos zsebkendő, képesek vagyunk mi újrakezdeni, akár Trianon vagy Mohács után is talpra állni, és tovább menni. Az Úr legyen veletek! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden jelenlévőt, köszönjük, hogy eljöttek. Öröm, hogy újra együtt ünnepelhettünk ezen a szentmisén. Balatonfűző egy fontos helyszíne számunkra a csillagösvénynek. Köszönjük, hogy évről évre nagy szeretettel várnak és fogadnak minket. Hálásak vagyunk a Balatonfűzői Római Katolikus Plébániának, Laposa Norbert plébánosnak, Balatonfűző önkormányzatának, Szanyi Szilvia polgármesterasszonynak, a Nike étteremnek, Lajkó Frigyes alpolgármester úrnak, az Öveges József kollégium igazgatójának, a Vágfalvi Ottó Művelődési Háznak, könyvtárnak, turisztikai központnak, Baksa Kata igazgatóasszonynak, Tóth Lajos Péternek és családjának, az Öveges kollégium munkatársainak, a Balatonbob vezetőségének, a Tobruk strand vezetőségének. Hálásak vagyunk a vendéglátó szeretetükért, jóságukért, fáradozásaikért. Isten fizesse meg odaadó szolgáltatásukat. A lányok éneke tetszik, hoztak CD-ket, és templom előtt meg lehet vásárolni, haza lehet vinni, és én is hoztam néhány könyvet, szívesen dedikálom is. Az Úr legyen veletek! És a teletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, és az ő szolgája, Szent Ferenc, Atya, Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen. A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Úr, Szent Jézus, imádkozz!
Hely nem aludtam, csak egy szikre.